Az elmúlt héten került sor Székesfehérváron a Hérosz állatotthonban a felújított kennelsor és egy új iroda átadására. A régi disznótelepen kialakított állatotthonban már 98-ban felújították magát az épületet, de a külső kifutó rész azóta is omladozott, nem volt már tisztítható állapotban sem. A kennelsor felújítása után a kutyaboxok a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, biztosította a szennyvízelvezetés, és a kutyák sem tudnak már kiszökni. A mostani igényeknek teljes mértékben megfelel, tehát az előírásoknak is. A kutyák elhelyezése tekintetében annak következtében, hogy jobb állapotúak a kennelek, tehát mondjuk nem tudnak kiszökni a kutyák, illetve jobbak a körülmények, így már kint is több kutyát el tudunk helyezni. Igazából létszámbeli növekedés akkor történt, amikor tavaly átadtuk a karantént, tehát az jelentett egy nagyobb előrelépést ilyen tekintetben, hiszen a régi épület, amit használtunk karanténként, az 10 férőhelyes volt, ez pedig 34 férőhelyes. Jelenleg körülbelül 170 kutyát gondoznak a telepen. A Hérosz állatotthonban nem csak a kutyák kerültek az önkormányzat segítségével szebb környezetbe, de az Ökotárs átfogó szervezetfejlesztési programjánál elnyert pályázat biztosította, hogy a kutyusok gondozói egy új faházban rendezhessék be irodájukat, mivel eddig ez sem volt.